Rubovszky György képviselő úrnak, jó reggelt kívánok, a jó reggelt, az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága elnökének. Az a véleménye, hogy voltak éppen úgy értelmezett törvényt, hogy most is lemondhat a képviselő. Jól értettem a mentelmi jogáról? Nem? Ezt olvasom az újságban szóról szóra, amit most mondok. Nagyon örülök a mai lehetőségnek. Én, tudni, hogy örülök. A távirati iroda kiadott egy közleményt a tegnapi sajtótájékoztató után. Az a közlemény pontos és hiteles. A sajtó félreértette. Kizárólag szabálysértési eljárásban lehet lemondani. Hát azt eddig is tudtuk. Igen. És épp azt fejtettem ki a sajtótájékoztatón, hogy a hatályos jogunk azt mondja, hogy a mentelmi jogról gondolatjel, a szabálysértés kivételével gondolatjel bezárva a képviselő nem mondhat le. És én azt fejtettem ki, hogy a lemondási eljárásról kellene egy pár szót törvényi alapon rendezni, mert van olyan probléma, akik úgy értelmezik, hogy csak akkor lehet lemondani. Jó, én azt gondoltam, hogy ön pont úgy értelmez a törvényt, ahogy az kizárja a törvény szöveget, de ezek szerint ez nem igaz, ez egy félreértés. Ez egy félreértés, és hozzáteszem, hogy például a Magyar Nemzet cikket tökéletesen pontosan hozza le azt, amit a távirati iroda közölt. Én tegnap beszéltem több sajtóorgánummal, írott és elektronikus sajtóval, és mondtam, hogy tévedések, mondták, hogy a távirati iroda anyagából dolgoznak, csak éppen amikor meghúzták az egyoldalas szöveget, kivették az első mondatot elfelejtették elolvasni, hogy ez csak a szabálysértési eljárásra vonatkozik. Jó, rendben van, és nem ez a legfőbb probléma. A legfőbb probléma éppen az, hogy én azt vitatom, és tegnap reggel azt mondtam, hogy a mentelmi jog nem a képviselői, hanem az országgyűlésé, és ezért nincs rendelkezési joga a képviselőnek a mentelmi jog fölött. De nagyon tudtam volna önnel vitatkozni. Kár, hogy nem azt mondta, amit írtak. Én azt sajnálom, hogy ez a megzavaró dolog megkerült a sajtóba tévedésből. De akkor mi az, amit ön javasol? Én azt javasolom, hogy azt mondja ki a törvény, hogy a szabálysértési eljárás során bármelyik eljáró szerv előtt le lehet hatályosan mondani a mentelmi jogról, és nem az a félreértés, amit többen úgy értelmeznek, hogy szabálysértési ügyben majd, ha a legfőbb ügyész úr elé kerül az eljárás, akkor lehet lemondani. Nem, ez úgy van, hogy mondjuk elkapják, nem tudom én, átment a piros lámpán, így van. Isten ne adja, akkor azonnal azt mondja, képviselő vagyok, és de lemondok a mentelmi jogomról, és akkor minden további nélkül folyik ellene az eljárás. Na de hát ezt eddig is megtehette. Eddig is megtehette, én pont azért, mert egy ilyen rossz gyakorlat, tévedés ne essék, semmilyen érdemi változtatást nem szeretnénk a mentelmi jog terén. Ugye az új alaptörvény hatályba lépésének közelsége miatt nagyon sok jogszabályt kell módosítani, és azokat az eljárási problémákat, amit az általam irányított bizottság az elmúlt másfél esztendő alatt tapasztalt, azokat szeretné a mostani jogalkotás során érvényesíteni, és erről tartottam sajtótájékoztatót. Tehát nem kívánjuk fölfordítani a világot, alapkérdésekbe, most eljárási van, amit ez nem olyan fontos, szeretnék. De idéznek öntől szó szerint, hogy sokszor kerülnek a hatóságok akaratlanul is olyan helyzetben, hogy megsértik a képviselők. Igen, a következőről szól a történet, hogy azt mondja, hogy képviselő ellen eljárás csak akkor indítható, hogyha az országgyűlés ehhez hozzájárul. És akaratlanul indul eljárás, amikor lefényképeznek valakit, és kiküldik a szabálysértési bírságot, megbírságolják, nem tudják azt, hogy képviselő. Én ezt az abszolút helyzetet megmenteni nem tudom. De volt olyan probléma, és épp ezért kértem azt, hogy azt törvény szerint kell rendeznünk, hogy a képviselő köteles legyen felfedni képviselői minőségét, mert erre is volt példa, hogy az országgyűlési képviselő a korábban indult büntetőeljárásban végig tárgyalta a büntetőügyet, és a tárgyalás lezárása után a hallgatóság köréből szólította meg valaki, hogy képviselő úr, és a tárgyalás után szerzett tudomást az eljáró bíró arról, hogy az, akivel szemben az eljárást folytatta,
országgyűlési képviselő. Ugye, mert vannak olyan képviselők, akik azt mondják, hogy bizonyos ügyekben őket nem érdekli, ők nem akarnak mentelmi joggal élni. De igen, nem az övék a mentelmi jog, ez egy elvi kérdés. Ez ha mindenki elvi elkezd lemondani a mentelmi jogáról, akkor az a mentelmi jog nem fog létezni. Hát ez az egyik, a másik pedig tessék elképzelni, hogy egy testület úgy tevékenykedik, hogy nem tudja, hogy milyen eljárások folynak a testület tagjai ellen. Ez a kormányozhatóság és általában az egész működés képtelensége felé vezetne. Ez kizárólag a sérthetetlenség, az országgyűlés működésének a biztonságát van hivatva. Ugye megszületett az a büntető törvénykönyvi módosítás, hogy a mentelmi jog ideje alatt az elévülési határidők nyugszanak. Tehát nem mentesül a képviselő a büntetés akkor alól, csak addig nem akkor lehet. Akkor se a 100 évig képviselő. Igen. Van gyakorlat, nem akarok neveket mondani, mióta nem képviselők, elég nyilvánosan folyik ellenük a büntető eljárás, amit képviselő idejükben nem tettek meg. És hát ugye az egésznek az a célja, valamikor még a királyok idejében azért vezették ezt be, mentő, hogy a király ne tudja őket üldözni. Szóval igen, ezt én így fogalmazom, és így jött ugye Franciaország és Angliába a király, de Franciaországban aztán már a köztársaság idején is. Az a lényeg, hogy a végrehajtó hatalom túlkapásai ellen kell védelmet biztosítani a képviselőnek. Volt egy vita tegnap a bizottsági ülésen, egy fiatal képviselő, akinek elmondtam, hogy egyetlen egy koncepciós ügy sem a valós rosszallást kiváltó cselekmény miatt folyt, hanem mindig kitaláltak valami olyan bűncselekményt. Ezt azért mondtam, aminek... mert volt, aki azt mondta, hogy csak a képviselői tevékenységével összefüggésében legyen neki mentelmi joga, és igen, erre válaszolta ön azt, hogy olyan még nem volt, hogy valakit azon a címen akartak elítélni, hogy mit így mondott van a képviselőházban. Habár ez is egy érdekes kérdés, mert viszont magánjogi ügyekben esetleg fölmerülhet, hogy valaki jelentkezik, hogy megrágalmazott engem. Egy pillanat, magában ez egy érdekes kérdés, hogy a bizottság kint járt Ausztriába, és találkoztunk az osztrák képviselőtársakkal, akik elmondták, hogy Ausztriában a polgári perek tekintetében is megilleti a mentelmi jog a képviselőket, vagyis nem lehet személyiségi jogi védelemért bírósághoz fordulni, becsülni jó hírnév megsértése és egyéb kérdésekbe. Ugye, gyakorlatilag ezt érthető, mert hiszen a képviselők általában egymást szokták megsérteni, és nem engem, aki kim vagyok az utcán, tehát gyakorlatilag nem fog az előfordulni, hogy jelentkezem, hogy engem megsértettek, hanem egymás között volna ez. Hát azért sajnos az az én gyakorlatom, hogy nagyon sok sértődött civil kipécéz magának egy képviselőt, nyilvánvalóan általában lakó környezetéből, és az ellen folytat eljárást. Van olyan képviselő, aki ellen százat meghaladó eljárást kezdeményeztek. De ez nem személyes érintettség okán, hanem valami másokból. Hát nem? Azért, mert ő polgármester, és az illető nem tudja elviselni, hogy ő polgármester. Hát ez gyakori eset. Ilyenek is vannak sajnos. Köszönöm szépen, hogy én köszönöm a lehetőséget.